A példamunkaidő ráfordítás alkalmazása, hogy maradjunk a projekt témakörben. Itt látható igazából az, hogy valamennyi funkció elérhető nagy képernyőn, viszont hátránya, hogy elő kell keresni az adott linket, vagy ikont az elindításához, felhasználó névvel, jelszóval és szereplő megadásával kell belépni. Ez az, ami a portál interfész segíthet, hogy megnyitsa ezeket a mozzanatokat. Ezt is mondhatjuk a kicsi alkalmazásnak, mert együtt tud működni a WebSphere portállal, mivel a WebSphere portál is alkalmazza a mi megvalósításunkban ezt az önkormányzat jogosultságkezelést. Ezért lehetséges az, hogy szereplő specifikusan, ha valaki belép a portálra, automatikusan az ő szereplőjének megfelelő funkciókkal, gombokat és rögzítő mezőket találhatja a portál portletjében. Nézzük egy példát. Itt láthatjuk Miklósnak már korábban említett portletjeit. Ez a projekt munkaidő lefordítás kis portlet az, aminek a pixeles nagyképernyős változatát láttuk a korábban. Sokkal áttekinthető, azonnal belépve rögtön használható, és mind témáját tekintve, mind külalakjában illeszkedhet a vállalati struktúrába. És ugye mondtam, a szereplő specifikus lehet, itt azt látjuk, hogy mint projekt tag belépett, kiválaszthatja, hogy melyik projektben milyen tevékenységgel mennyi időt töltött. Ezt akár naponta is rögzítheti, és összekapcsolható ez a rendszer a track alkalmazása, amiről már korábban szó volt. Amennyiben viszont, mint projektvezető lépett, egy legörülő menüből választhat az általa felügyelt projektek közül, és hogy a milyen résztvevők milyen tevékenységgel mennyit dolgoztak összesítve. Összefoglalva, tehát elmondható, hogy a portál útra alkalmazások legnagyobb előnye talán a modularitásukból fakad. Az Orbit nagyon nagy előny közültetje ezeket a mikroalkalmazásokat. A felhasználó központosítóság nagyon jól megfogalmazott felhasználó igénykörét épül, csak azt látja a felhasználó, amire szüksége van az adott esetben, és a fölösleges információ, vagy nem kell bíbelődnie az alkalmazás használata közben, viszont amennyiben mégis szeretne a PXML-es teljes funkcionalitást elérni, a portál megtalálható portleten, akár egy gombbal egy pillanat alatt hozzáférhet, ismételten csak jelentkezés nélkül, a PXML-es képernyőre is. A harmadik nagy előnye pedig az integrálhatósága. Mint mondtam, RP rendszerekkel és más alkalmazásokkal is könnyen integrálható, mert a mikroalkalmazások fejlesztésénél a szolgáltatás orientált architektúra elveit követve dolgozunk, és akár közvetlenül SAP-val, vagy akár amivel lenne ESB szolgáltatáson keresztül is csatlakozhatunk más rendszerekhez. És ugye nem utolsó szempont az integrálhatóságnál az, hogy ezeket a nagy robosztus rendszereket a mikroalkalmazáson keresztül a vállalati dolgozók szélesebb körének is elérhetővé tehetjük, úgyhogy felhasználó barát apró és könnyen kezelhető alkalmazáshoz jutnak. És akkor ennyit szerettem volna elmondani, hogy a további kérdések és információkkal később is jóltan megkereshetnek. Most pedig találtatán a szót.